A mai feladat, hogy le kell festeni azt a virágot, ami idén először nyílt ki a kertben. Vízfestékkel és egy ehhez való 10-es ecsettel fogok dolgozni. Kikeverem a színeket, és már indulhat is a festés. Bátran érintem az ecsetet a papírhoz. Nem kell megijedni tőle. Igazából csak foltokat festünk, és rakunk egymás mellé. Egyáltalán nem probléma, hogyha a színek néha kicsit összefolynak, összemosódnak. Egyáltalán nem baj, sőt, pont ez az egyik jó a vízfestésben, hogy ilyen különös dolgok születnek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a ti kertetekben vajon melyik virágok nyíltak ki idén legelőször. A hosszú tél után már bizonyára mindenki nagyon várja a tavaszt, és a tavasz igazából akkor érkezik el, amikor a kertben megjelennek az első virágok. A mi kertünkben idén az első virág, ami kinyílt, a krókusz volt, ezért ezt fogom lefesteni nektek. Képzeljétek el, hogy Erdélyben krókusztúrákat is rendeznek a hegyekben. Érdemes tehát április-májusban ellátogatni oda, felmenni Biharfüredre, mert ott tömegesen nőnek a krókuszok ilyenkor. A krókuszokat más néven kárpáti sáfrányoknak nevezik. Nem tudsz úgy lépni, hogy ne taposnál le pár gyönyörűséget. Bár ott nem, de itthon a védett növények közé tartozik a krókusz. Nálunk a kertben kék és sárga színekben pompázik, és ezekből nagyon szép árnyalatok születnek. Viszonylag kicsi növénynek számít, 6-8 cm magasra nő meg, pont akkorára, mint ahány évesek. Osztályos gyerekek. Ahogy megszáradt a festék, újra rá lehet menni vizes ecsettel, így újabb árnyalatokat fogunk kapni. És már el is érkeztünk a festésünk egyik legjobb részéhez, amikor a növénynek a leveleit fogjuk megfesteni. Hosszúkás zöld levelei vannak, sokféle árnyalatban, nyugodtan lehet sárgát is belekeverni.